Az meg. Jó, lesz ez! Sziasztok, jó reggelt, jó estét, jó napot mindenkinek! Ez itt a B-film, én Ábel vagyok, és ez itt az Anna című filmnek a kibeszélője lesz, amit szintén egyedül fogok csinálni. Úgy látszik, ezt a B-film sorozatot már én csinálom, úgyhogy. Ja, jelenleg hajnal egyet kettő van, úgyhogy. Ja, képzeletbeli órát el is tesszük, mert nem akarom az időt nézni. Kicsit fáradt vagyok, remélem ezt elnézitek nekem, addig akartam megcsinálni a videót, amíg friss ez az élmény. Holnap 12 órás live, de mire ez a videó kikerül addigra, ti már láttátok a 12 órás live-ot, remélem tetszett. Na de kezdjünk is bele a videóba. És amint már mondtam, kezdjük is el a kibeszélőt. Azzal, hogy elmondom a technikai dolgokat, a filmről. Ehhez kicsit csalni fogok, úgyhogy bocsássatok meg, hogyha látszik, hogy a szemem így olvas, össze-vissza. Na de, ugye a film az uh, e hónapban jelent meg, néhány nappal ezelőtt, igazából uh, július 18-án, ugye 2019-ben, uh, a rendező az Luke Besson, ugyanúgy, ahogy a forgatókönyvíró is, ugye Luc Besson egy elég uh, neves rendező, illetve forgatókönyvíró, neki köszönhetjük például a taxi filmeket, valamint uh, neki köszönhetjük a szállítófilmeket, valamint uh, az ötödik elemet, Leona Profit. Nem kell többet mondani, egy élő legenda. Adózunk neki, mert miért ne? Ugye ez a film, hát elég sokaknak úgy jöhet le, hogy elég feminista. Én ezt hát támogatni tudom, rámondhatjuk, hogy feminista, de egyébként kurva jó a film. Itt kell tanulni, Star Wars. Nem, nem mondtam semmit, egyébként nem akarok megsérteni, ha tetszett a film, akkor persze. Nem, nincs semmi, nincs semmi személyes haragom ellened. Nekem az a film nem annyira tetszett, néhány el döntés miatt, de ez a videó nem arról a filmről szól, úgyhogy kezdjünk is, vágjunk is bele a dolgokba. Főszerepben Sasha Lusszal, aki Annát játsza, természetesen a címadót, ő látható a plakátokon is, illetve a kirakott képnek a közepén is őt látjuk. Egy nagyon szép nőről van szó, illetve egy nagyon kompetens színésznőről. A film az 18-as, van is tartalom benne, amitől 18-as lesz, úgyhogy csak azoknak ajánlom, akik elmúltak 18-ak. Nagyon nem mindenkinek ajánlom, de főleg azoknak, akik elmúltak 18-ak. Valamint főszerepben találjuk még Helen Marient, aki egy Ola nevű karaktert játszik, Luke evans aki egy Alex nevű karaktert játszik, valamint Chillian Murphy-t, aki egy... Miller, Lenny Miller nevű karaktert játszik. Uh, többet nem is akarok róluk uh, ebben a kis uh, előzetes uh, részben elmondani. Igazából ezt a négyet uh, gondoltam fontosnak, úgyhogy uh, ja, miről is szól a film, ugye az előzetesekből lejött, hogy egy uh, kémről van szó, egy mesterkém, mesterbérgyilkos, uh, igazából egy igazán kavarós, uh, kémes uh, Lövöldözős, mindenféle filmet kapunk, ugye francia akció thriller, 119 perc hosszú, és csak ajánlani tudom mindenkinek, nekem nagyon tetszett, igazából nem tudnám egybe koherensen elmondani a történetét, de meg fogok ezzel próbálkozni a második részbe, remélem mindenki, aki már megnézte a filmet, vagy nem bánja, hogyha spoiler ezek, azt tovább fogja nézni. Nagyon ajánlom ezt a filmet mindenkinek. Úgyhogy nézzétek meg Besson nagyot alkotott. Uh, nincs mit mondanom. Jönnek a spoilerek. Na, és hogy elérkeztünk a videónk spoileres részéhez. Ugye az Anna életét követi végig a film, ahogy... Uh, Eljut tulajdonképpen a szegény sorsból bekerül a KGB-hez, a KGB-től bekerül a CIA-hez, a CIA-nak dolgozik, de közben dolgozik a KGB-nek, és miközben a KGB-nek dolgozik a CIA-től, megöli a CIA parancsára a KGB-nek a vezérét, hogy a női főnöke, aki a közvetlen összekötője volt, megkapja lényegében a helyét, és ezzel biztosítja a saját visszavonulását, ugyanis végig arra vágyott, igazából egy rossz sorsból indul, és mindent megtesz azért, mindenkit az ujjakörét csavar azért, és mindenkit úgy manipulál, ahogy uh, szeretne, nem egy óriási szuperkémről beszélünk, nagyon profi, nagyon jó, abban, amit csinál, viszont uh, tisztán látszik, hogy vannak jobb kémek is nála, és ebben a történetben szinte mindenki jobb kém nála, viszont mégis jön ki talán az egyik legjobb kémnek, ugye az Olgának a segítségével, lényegében a csúcson. Úgyhogy végül megkapja a visszavonulását, amit annyira szeretne, eltűnik, eljátsza a halálát. Uh, lényegében ellopta a CIA adatait, ellopta a KGB adatait, mindenki adatait ellopta és visszaadta neki. Úgyhogy uh, tulajdonképpen egy uh, nagyon, 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 nagyon jó filmről van szó, uh, izgalmas, aki szereti ezeket az időben ugrásokat, uh, mit tudom én, három évvel, három hónappal ezelőtt ideugrunk, odaugrunk, amodaugrunk, és akkor most megmutatjuk, hogy abból a jelenetből mi maradt ki, ebből a jelenetből az maradt ki, hogy itt megbilincselték, de mégis kijött, és mégis levágta, és egyszerűen nagyon jó, ilyen igazi kis átszervezős, beszervezős, lövöldözős, Akciófilm nem csak az akcióra, a drámára van felhúzva, úgyhogy nagyon ajánlani tudom mindenkinek. Tudom, hogy csak áradozok a filmről, de igazából nem igazán tudok róla rosszat mondani. Talán az az egyetlen egy negatívum, hogy néha ezt az össze-visszaugrálást nem lehet annyira követni, ezért nem is tudom koherensen összerakni azt, hogy hogy is állt össze a film. A fejemben megvan, de ezt valahogy így szavakba, szavakba elmondani az úgy nehéz lenne, úgyhogy ezt nem kísérlem meg hajnal fél kettőkor. Remélem tetszett ez a videó, amennyiben igen, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, ne felejtsétek el megnézni a következő videót, valamint ha lemaradtatok a 12 órásról, akkor nézzétek meg azt is, valamint, valamint, kis csengő. Sziasztok! Ha még nem tetted meg, dobd egy lájkot, like iratkozz fel, és kövessd a srácokat a Facebookon is. Ja, és ne felejtsd el megnézni az előző videót sem.